A súlyos sérültek kórházi ellátásának kritikus időszaka a sérülés utáni első pár óra. Az ekkor elvégzett megfelelő időpontban és sorrendben történő beavatkozások a sérültek halálozását lényegesen csökkentik. Vendégeink a témában professzor dr. Varga Endre, a Szegedi Tudományegyetem traumatológiai klinikai intézet vezetője, és dr. Bodzai Tamás, a Péter Vissándor utcai kórház baleseti központjának osztályvezető főorvosa. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen! Pedzegettük, hogy mik a leggyakoribb sérülések. Gyakoriak a késsérülések, gyakoriak az időskori csípőtáji törések, combnyaktörések, csípőközeli törések. Ezek ma talán egyre inkább fókuszba kerülnek, hiszen az élettartam, hála Istennek, egyre hosszabb, viszont ezzel együtt jár a csontritkulás, és emiatt ezek a sérülések gyakoriak. De tulajdonképpen a súlyos, nagy energiájú balesetekből eredő életet veszélyeztető állapotok is gyakoriak, de hála Istennek ezek azért az utóbbi időben sok dolognak köszönhetően talán csökkennek. Hogyha egy picit ugye a területet illetően szedjük szét a sérüléseket, akkor utcai, háztartási, sport, közlekedési baleset, ezek közül melyikből van a legtöbb, melyik a leggyakoribb? Hát nyilván a háztartási balesetek azok jellemzően gyakoriak. Igen, azt mondtam, hogy a közlekedési baleset. A másik gyakori sérüléstípus az a közlekedési balesetek, de nyilván a közlekedési balesetek gyakorisága csökkenthető a megfelelő rendszabályok betartásával, a különböző biztonsági intézkedések betartásával. Az ipar ebben sokat segít, az autógyártók a különböző autókba beszerelt biztonsági intézkedés eszközök, értelmez alatt a légzsákot, biztonsági öveket fejlesztésével a közlekedési baleseteket, illetve azoknak a súlyosságát nyilvánvalóan csökkentik. Mi laikusok, illetőleg a közlekedésben résztvevők elsősorban a közlekedési szabályok pontos betartásával tudjuk ezeket a sérüléseket csökkenteni. Súlyosságát illetően, hogy lehet őket rangsorolni, ezeket a területeket, amikről beszéltünk? Közlekedésiek a legsúlyosabbak, ott a leggyakoribb, a súlyos, igazi hát azért lehet, súlyos baleset. Lehet mondjuk egy építkezésnél magasból való munkahelyi. Leesés. Ugye az munkahelyi mezőgazdasági balesetek lehetnek nagyon súlyosak. Függ ez a régiótól, függ ez az országtól. Ugye hála Istennek, hogy a terror dolgok itt nincsenek annyira, de Európában ugye egyre gyakoribb. Egyesült Államokban én dolgoztam, ott Kanadában, főleg az Egyesült Államokban nagyon sok a lőtsérülés, de ez is régióktól függ. Tehát mondjuk délen nem, északon igen, Bronxban igen, New York más részein nem. Igen. Az előbb beszéltünk róla, vagy említettem, hogy ugye az első meghatározó, vagy kritikus az az első pár óra, amikor mondjuk a leginkább szükség van az embernek a segítségre, és nagyon fontos a további rehabilitációval kapcsolatban, hogy mi lesz az ügynek a gyógyítása, vagy a megoldása. Mennyire vagyunk hatékonyak, mi magyarok ebben? Ugye ez a lényeg tulajdonképpen, tehát a súlyos, kritikus állapotú sérülteknek az első óra, persze hát ez ugye kortól, hőmérséklettől, sok mindentől függ, ezt úgy hívják, hogy aranyóra. Ez a legértékesebb abból a szempontból, hogyha ebben az időszakban a sérült megfelelő kezelést kap, gyorsan, összehangoltan, akkor az esélyei a maradéktalan gyógyulásra nagyobbak. Természetesen ez is rengeteg dologtól függ, nem csak a kórháztól, hanem a préhospitális ellátástól. Egyáltalán, hogy hol történik ez, Ausztráliában, Kanadában óriási távolságok vannak. Nincs golden hour, golden day van. Tehát mondjuk egy városi esetben, Budapesten, Magyarországon, Európában itt él ez az aranyóra, és arra kell fókuszálni, hogy ebbe az időszakban a legjobb ellátást tudjuk adni a betegnek. Láttam, hogy ön is szeretett volna megszólalni. Igen, és ez, amit professzor úr elmondott, ebben az első órás tevékenységben, hát ha egy kicsit szigorúan fogalmazzuk, nem nagyon van helye improvizációnak. Tehát fontosak olyan képzési programok, amelyek az ellátó személyzetet kiképzik, az ellátó személyzetben súlykolják azt, hogy ebben a kritikus első órában, ahol minden perc számít, melyik időpillanatban, a sérült adott állapotában milyen diagnosztikus és terápiás eljárásokat hajtunk végre. És ezek a programok, amelyek ezt a
tevékenységet súlykolják, ezek igen fontosak, és hát tulajdonképpen mi azért vagyunk itt, mert Magyarországon 2005 óta létezik egy program, 2005-ben vezette be Varga professzor úr Magyarországon először az ATLS egy Amerikában, az Amerikai Sebész Társaság által kidolgozott és felügyelt program, oktatási programnak a megvalósítását, és ennek a 12 éves tevékenységnek az eredménye az, hogy jelenleg itt vagyunk, hiszen a mai napon kezdődik egy olyan találkozó, amely az ATLS 15-ös régiójának a kétnapos gyakorlatilag európai találkozója. Ez a konferencia, ez az összejöveteliben tud segíteni a hatékonyságban? Mi az elsődleges célja? Ennek az a célja, hogy korábban ez 1978-ban alakult meg az Egyesült Államokban, de hosszú évekig csak amerikai kézben volt hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Tehát mások nem nagyon szóltak bele, és mint mondtam, a világ azért nem egyforma, bár a törött csont, az oxigénhiányos állapot, de mióta a németekkel együtt 2002-ben kim voltunk Amerikában, egy nagyon erős nyomás ment arra, hogy Európa is tudjon beleszólni a program alakításába, és ma már az egész világ beleszól. Tehát a 4 évente megújított könyvek szerkesztésébe, evidencia vizsgálatába mi magyarok ugyanúgy részt veszünk, mint a németek vagy az amerikaiak. Tehát ez egy abszolút univerzális dolog, egy prioritás vezérelt vizsgálat és terápia alapja, amiben mindenki beleszólhat. Nagyon szépen köszönjük a munkájukat és azt, hogy megosztották velünk ezeket az információkat. Sok sikert. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.